Elkészült az elkerülő. A beruházásnak köszönhetően Nyíregyháza belvárosa ezentúl mentesülhet a teher és a nemzetközi kamionforgalomtól. 62 millió forintos fejlesztés. Megújult a piactér Pökönyben. Az utóbbi 5 évben több mint 2 milliárd forintnyi pályázati forrásból fejlesztettek a településen. Elavult liftek. Átlagosan minden 5. felvonót cserélni kellene az országban. A tervekhez képest egy hónappal korábban szerda délután átadták a nyíregyházi nyugati elkerülő út közel 8 kilométeres új szakaszát. Ez a Kölcsey Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! A beruházásnak köszönhetően a Szabolcsi megyeszékhely belvárosa ezentúl mentesülhet a kamionok okozta levegőszennyezettségtől, zajtól és a baleset veszélytől. A 9,2 milliárd forintos fejlesztést teljes mértékben hazai forrásból finanszírozták. A szerda délutáni szalagátvágás után megnyílt a forgalom számára a nyíregyházi nyugati elkerülő út új szakasza. A beruházás részeként egy 3,7 és egy 4,1 kilométeres útszakasz, két körforgalom és egy 68 méter hosszú vasbeton szerkezetű vasúti híd is épült. A kényelmes és gyors elérhetőség befolyásolja a térség gazdasági fejlődését és lakóinak életminőségét. Erről a közlekedés politikáért felelős államtitkár beszélt Nyíregyházán. Mosóczi László hozzátette, a 2024-ig tervezett közútfejlesztési program teljes költségvetése 3200 milliárd forint. A magyar gazdaság helyzetének köszönhetően ebből az összegből 1800 milliárd forint hazai forrás. Így a 2016 és 2024 közötti időszakban 1000 új kilométerrel bővül a hazai közúthálózat. Arra törekszünk, hogy Magyarország bármely pontjáról 30 percen belül elérhető legyen egy gyorsforgalmi négysávos útszakasz. Stratégiai cél a kiemelt gazdasági térségek gyorsforgalmi bekötése, az autópályák, autóutak elvezetése az ország határokig. Bekapcsoljuk a magas szintű közúthálózatba a ma még csak kétsávos főutakon elérhető megyei jogú városokat is. A nyíregyházi beruházás összege mintegy 9,2 milliárd forint volt, ezt szintén hazai forrásból finanszírozták. Nyíregyháza kertvárosában és Nyírszülősben közel 20 000 élnek. Ők azok a városlakók, akiket közvetlenül érint a nyugati elkerülő új szakasza. Ennek köszönhetően a belváros felé vezető út és a belváros is mentesül a kamionok okozta levegőszennyezettségtől, zajtól és a baleset veszélytől. A nyírszülősiek pedig jóval hamarabb elérik az autópályát. Az új útszakasszal gazdasági tervei is vannak a városvezetésnek. Kelet-Magyarországon én azt gondolom kiemelkedő autópálya összeköttetést, közlekedési infrastruktúrát biztosít ez. Ennek a területnek a város ezen részének, ahol a gazdaságfejlesztést tervezzük, ugye már a LEGO megkezdte működését és folyamatosan bővíti termelését, és ehhez a földterületeit is, de ide tervezzük a jövőben a város gazdaság övezetét kialakítani, mivel ugye a régi, a Debrecen út melletti ipari parkunk már betelt. A 36-os és 38-as számú főutak, valamint a 38-as számú és a 38-22-es jelzésű út közötti szakaszon kétszer egysávos utat építettek. A beruházás határideje október vége volt, de egy hónappal korábban sikerült befejezni a fejlesztést. Ezen a szakaszon a kivitelezők gumibitumánt alkalmaztak az aszfaltpálya szerkezet építésekor. A gumibitumen alkalmazása számos előnnyel jár, például nagyobb a terhelhetősége, kisebb a kátyuk kialakulásának az esélye, ezáltal hosszabb az élettartama. Mindezek által alacsonyabb az út fenntartási költsége, illetve megoldást jelent a használt gumiabroncsok környezetbarát felhasználhatósága szempontjából is. A rendezvényen Kövér László, az országgyűlés elnöke kiemelte, a kormány és a vele szövetséges polgármesterek közös koncepció mentén tervezik és valósítják meg a saját maguk által jónak ítélt fejlődési irányokat az ország különböző pontjain. Örömmel láthatjuk, hogy a stratégiai fontosságú 44-es út átadását követően most az egyik legdinamikusabban fejlődő megyeszékhely elkerülő útjának újabb szakasza készült el. Ne feledjük el, nem volt ez mindig így. A szocialista kormányok idején nyakunkig érő államadósság
az IMF hitel szorítása, az adósságcsapdában vergődő önkormányzatok, a devizahiteltől megszabadulni képtelen családok helyzete mind azt mutatta akkor, hogy tehetségtelen vezetők sikertelenné teszik maguk körül az országot és a városokat. A rendezvényen az is elhangzott, a folyamatos fejlődés és fejlesztéseknek köszönhetően Magyarország 2030-ra az Európai Unió top 5 legversenyképesebb és legélhetőbb országai közé kerülhet. Mintegy 62 millió forintból fejlesztették a Bökönyi piacteret a település fejlesztési operatív program keretében. A község polgármestere az átadó ünnepségen elmondta, az új létesítmény a jövőben praktikusabb kiszolgálást nyújt a helyi termelők és kiskereskedők számára. Bökönyben az utóbbi 5 évben több mint 2 milliárd forintnyi pályázati forrást fordítottak fejlesztésekre. Megújult piac várja a környék kiskereskedőit Bökönyben. Az új standokkal és tárolóépülettel bővített területen a környékbeli mezőgazdasági termelők és ruhaárusok értékesítik a termékeiket már évtizedek óta. Azonban, ahogy a polgármester elmondta, az eladók és a vevők számára sem volt kényelmes a kiszolgáló létesítmény, amin így változtatni kellett. Biztosítja a falu ellátását, mármint a termelőknek, a kistermelőknek, meg a viszonteladóknak, meg mindenkinek, aki a piacra kijön, ruhát cserél, gazdát cserél, és akkor nagyon hiányzott már ez a modern piac ide a településre, mert az előző az földről árultak, meg máshonnan árultak, de mindenképpen ez lett itt a főtérünk, a falu ékessége, ez a piactér. Bökönyi polgármestere kiemelte, az új piactér nem csak a kereskedelmet lendítheti fel, hanem közösségi szintere is lehet a településnek. Hozzátette, a községben nagyok a társadalmi egyenlőtlenségek, így a helyieknek nagy segítség, hogy nem kell máshová elutazniuk az árubeszerzéshez. A község életében nagy fordulópont ez, hiszen a lakosság ugye sok a közmunkás és az elszegényedett emberek, és az olcsó ruházati cikkeket, meg az olcsóbb bevásárlási cikkeket itt szerzik be, mert itt olcsóbb, mint a nagyáruházakban, vagy olcsóbb, mint a kiskereskedőknél, itt ránézésből is, hogy mondjam, itt előnyös a lakosságra mindenképpen, mert itt tudják beszerezni azokat az olcsó termékeket, amiből nekik a közfoglalkoztatási fizetésből futja. Simon Miklós országgyűlési képviselő a szerdai átadó ünnepségen elmondta, Bökönyi a térség elmaradottabb települései közé tartozott néhány évvel ezelőtt, azonban ma már semmiféle szégyelnivalója nem kell, hogy legyen az ott élőknek. Nem ez az egyetlen pályázat a területfejlesztési operatív programból, amit megvalósult. Bökönybe belvízelvezetés készült, ezen kívül a középületek jó része, óvoda, polgármesteri hivatal, szociális otthon újult meg energetikailag, és ilyen formán a település szinte új arculatot kapott. Simon Miklós hozzátette, a legutóbbi önkormányzati ciklusban több mint 2 milliárd forintból gazdálkodhatott a település, amelyből az előbb felsoroltak mellett a római katolikus templom is megújult, valamint a község egész területén kiépítették a szennyvízhálózatot. Nyíregyházán a kormánypártiak valódi ellenfélként tekintenek az ellenzéki összefogásra és tartanak a bukástól, hangzott el a szövetségben Nyíregyházáért csütörtöki sajtótájékoztatóján. Lövei Csaba ezt az egyre fokozódó plakát botrányra reagálva mondta el. Az önkormányzati képviselőjelölt hangsúlyozta, szinte csak Nyíregyházán lehetetlenítették el így a plakátkampányt, és nincs egyenlőség a megyeszékhelyen. Hozzátette, a jelenlegi szabályozás szerint csak magántulajdonokon helyezhetőek el a plakátok. Ebben a kiszorított helyzetben egy dolgot tehetünk. A polgármester jelöltünk, Jeszenszky András kéri a nyíregyháziakat, hogy a rendelkezésre álló plakátjait, ami elő van készítve kihelyezése, saját tulajdonú ingatlanjaikon, kerítésen, előkertben, ablakban helyezzék el, és ezzel segítsék a kampányunkat, ezzel segítsék Nyíregyházán a demokráciát, hogy a két meglévő polgármester jelölt közül lehessen választani. Sok elavult, rossz állapotban lévő lift működik az országban. Ellenőrzésük gyakoriságát szabály írja elő, a cseréjükre azonban nem vonatkoznak konkrét időpontok. Nyíregyházán is folyamatosan újítják fel a felvonókat, ami ugyan több hétig is eltarthat, de sokszor olcsóbb üzemeltetést eredményez. Panelek a Józsavárosban, sok már fel van újítva.
A szigetelés és nyílászáró cserék azonban nem feltétlenül járnak együtt a liftek javításával vagy cseréjével. Pedig időnként erre is szükség lehet, főleg azoknál, amelyek már a 30-as, 40-es éveiket tapossák. Bár digitális kijelzője és hívótablója nem erről árulkodik, ez egy régi felújítás előtt álló szerkezet. Augusztusi sajtóhírek szerint országosan minden ötödik felvonó megérett a cserére. A 10 évnél fiatalabbakat évente egyszer, az idősebbeket évente kétszer kell ellenőriztetni. Ilyenkor üzemeltetés és biztonságtechnikai szempontból is megnézik ezeket. Ha az ezt végző szakemberek úgy ítélik meg, leállíthatják a lifteket, és cseréjüket is elrendelhetik. A szabványokban ugye így nincs benne, hogy mikor kell kicserélni egy felvonót, viszont a elhasználtság szerint olyan 20 éves felvonókat érdemes alaposan felülvizsgálni, és utána megállítani, hogy mi az, amit ki kell cserélni. Egyrészt a rendelet változásból eredőleg, mert ugye minden újabb szabvány szigorít bizonyos dolgokat, főképp biztonságtechnika irányába. Mint a felvonó szövetség elnöke hozzátette, folyamatosak ugyan a felújítások itthon, de nem olyan mértékűek, mint kellene. Persze mindez nem is olcsó mulatság. Elmondása szerint, ha mindent felújítanak egy felvonónál, már majdnem ott járunk, mintha cserélnék azt. Az újabb korszerű hajtással és mágneses motorral rendelkezők ráadásul energiahatékonyabbak, így működtetésük is kevesebb pénzből kijön. Az akár egy hónapig is eltartó komplett liftcsere egy 10 emeletes házban több mint 10 millió forintba is kerülhet. A javítás azért ennél lényegesen olcsóbb. Egy olyan felújítást, ami a jelenlegi jogszabályok szerint már megfelelő, itt különösen itt a biztonsági berendezésekre vonatkozóan vannak nagyon szigorú jogszabályok, ezek is azért 2,5-3 millió forintba kerülnek. Tehát mi már 2015-ben felhívtuk a liftes házaknak a figyelmét, hogy erre azért időszerű nagyobb összeget elkülöníteni, hogy amennyiben ezek elő fognak fordulni, már pedig nem nyilván az évek előre haladtával előfordulnak, abban az esetben a megfelelő pénzeszköz rendelkezésre álljon, és hál' Istennek azért ezt meg is fogadták többnyire. A Lakszöv állományában lévő 250 nyíregyházi épület közül 40-ben működik lift, összesen 46. Javításokon mindegyik túlesett már, 5-öt újítottak fel részben, 8-at teljes egészében. Van olyan is, ahol komplett liftcsere történt, ugyanakkor van, ahol a liftkavi megmarad, de minden más főelemet cseréltek. Idehaza egyébként nagyjából 40 ezer lift vagy felvonószerű eszköz, például mozgó lépcső működik. Évente átlagosan 800-at állítanak üzembe, ugyanakkor 4-500-at ideiglenesen vagy hosszabb időre le is állítanak. Több mint 90 alkotás érkezett a Europe Direct rajzpályázatára. A felhívás témájául szolgált, hogy Magyarország idén 15. éve csatlakozott az Európai Unióhoz, és azóta is a nettó kedvezményezett tagállamok közé tartozik. A beérkezett rajzok közül a legjobbakból egy 2020-as fali naptár is készült. A Europe Direct egy olyan hálózat, amely minden Európai Uniós tagállam nagyobb városaiban működik. Magyarországon közel 500 ilyen iroda van. A céljuk, hogy az EU-ról a lehető legtöbb információt továbbítsák, elsősorban a gyerekeknek, hiszen ők azok, akik tanórák keretein belül is informálódnak erről az egyesülésről. A 2019-es kommunikációs terv alapján az első fél év főleg az európai parlamenti választásokra koncentrált, míg a második arról szól, hogy Magyarország idén 15 éve tagja az Uniónak. Ebbe a gyerekeket is szerették volna bevonni. Ők szeretnek rajzolni, szeretik megmutatni a tudásukat, és mi azt gondoltuk, hogy így a kicsiket is be tudjuk vonni, meg a nagyobbakat is, tehát rajzolják le, hogy mit látnak maguk körül, mit látnak, milyen épületeket, intézményeket, a tanuláshoz kapcsolódó bármit, ami az Európai Unió támogatásával készült, mert hogy táblák tömkelegével találkoznak, de lehet, hogy nem tudatosul bennük, hogy mondjuk egy épülő uszoda, vagy egy tananyag, amelyet most megkapnak a kezükbe, egy kiegészítő tananyag, az éppen uniós támogatással készült. A rajzpályázatot az előző tanév végén indították el, az eredményhirdetésre pedig kedden került sor. A legjobb rajzokból 2020-as fali naptár készült, a készítőiket pedig értékes vásárlási utalvánnyal jutalmazták. Sikerrel vette az első fordulót a HEP kupában a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák hazai pályán 93-57-re verték a Debrecen U23-as csapatát. A nyíregyháziak a bajnokságban szombaton, Budapesten a Vasas Akadémia otthonában lépnek pályára.
A bajnoki nyitófordulóban Baján elszenvedett váratlan vereség után a HEP kupa első körében a Debrecen U23-as csapatát fogadták a kékcápák. A mérkőzés egyértelmű esélyese volt a hazai csapat, és nem is született meglepetés. Siska János vezetőedző valamennyi játékosának lehetőséget adott, és bár voltak szorosabb periódusai a meccsnek, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks magabiztosan lépett a következő fordulóba. Ez nem kérdés, hogy mindenképpen győzni kellett. Egy picit természetesen segített abban, hogy a csapatjátékosai kijöjjenek abból, hogy az önbizalmuk egy picit megtépázódott, de akkor is haladnunk kell, azért tudjuk, hogy a Debrecen U23-nak milyen játékereje van. Próbáltak ők, meg küzdöttek, de úgy gondolom, hogy azért ez egyértelmű, hogy nekünk jobbnak kellett lennünk. Az igazi értékmérő majd a Vasas elleni találkozó lesz szombaton. A Vasassal a felkészülési időszakban két meccset is játszottak a cápák, akik tudják, hogy nem számíthatnak könnyű meccsre Budapesten. Nagyon agresszívek, és ráadásul a védekezésük is egy picit rendhagyó, hiszen minden pick and roll-t el fognak váltani, és próbálják a gyűrű alá, a trapézon belülre összpontosítani a védekezésüket. Éppen ezért nekünk meg kell találni azt, hogy a külső és a belső pontjainkat, vagy külső és belső támadásunkat próbáljuk meg megfelelő egyensúlyban játszani, és természetesen ehhez az kell, hogy betaláljunk kintről is, mert ha nem, akkor mindenki tud a palánk alatt védekezni, és akkor nagyon nehéz dolgunk lesz. De hát ez nem kérdés, nekünk nyernünk kell a Vasasnál is. A Vasas Akadémia Hübner Nyíregyháza Blue Sharks mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik Budapesten, a Pasaréti sportcsarnokban. A második forduló további párosítása a következő: MEAFS Miskolc Budafok, Budapesti Honvéd MAFC, TF Budapest Baja, Veszprém Salgótarján, Nagykőrös MTK Elite Basket és BKG Prímajese PVSK. 15 edző irányításával 300 fiatal futballozik Nyíregyházán a Filó Ese színeiben. Az egyesületnél nem csak a minőségi képzésre helyezik a hangsúlyt, hanem a kevésbé tehetséges gyerekek is űzhetik a sportágat. Igen. 2011-ben 15 gyerekkel kezdték el a munkát a Filó Esénél, azzal a céllal, hogy Nyíregyházán is vonzás körzetében olyan fiatalok számára biztosítsanak sportolási lehetőséget, akik érettségük, fizikai állapotuk vagy szociális helyzetük miatt nem kerülnek a nagyobb egyesületekhez. Az elmúlt években folyamatosan nőtt a létszám, ma már 300-an futballoznak az egyesület színeiben, amely a minőségi képzés mellett a tömegsportot is szem előtt tartva szervezi csapatait. Két része is van az egyesületünknek, van az úgymond versenysport része, azok a gyermekek, akik tehetségesek, akkor azok olyan versenyeztetést kapjanak, illetve van a tömegsport része, ez a grassroots része, az pedig az edzésekbe és a saját szintjüknek felelően versenyeztetni, és ehhez kerestünk mi olyan embereket, illetve egyesületeket Nyíregyházán kívül, ahol szintén a tehetséges gyerekek ambíciót éreznek magukba, hogy magasabb szinten is kipróbálhatják magukat, hiszen nekünk az U14, U15 MB2-be szerepel, U17, U19 pedig MB3-ba, ezen kívül ugye a megyei bajnokságokban U16-14-be szereplünk, illetve számos tornán veszünk részt 13 év alatt is az országban, illetve az országhatáron túl is. A folyamatosan növekvő játékos létszám természetesen szükségessé tette a szakmai stáb bővítését is. A szakmai stáb jelenleg 15 edzőből áll, a kisebb korosztályoknál igyekeztünk segédedzőket is biztosítani. Ezt úgy oldottuk meg, hiszen azért szakember hiány van ebben a szektorban is, hogy az U19-es játékosok, a kiöregedett, illetve jelenlegi U19-es játékosok, akik ambíciót éreznek magukba kipróbálni az edzői szakmát is, őket oda vettük magunkhoz, és ők a kisebb korosztályoknál ugye be tudják mutatni, tudják érzékeltetni, mert ezek a kicsik, ezek az agyuk, mint a szivacs, úgymond utánzás után tanulnak, és legyen megmutatva nekik. És ezek közül már ketten felvételt is nyertek idén az MLS Grassroots C edzői képzésbe. Hál' Istennek, tehát ők további szeretnék ezt folytatni a labdarúgás mellett. A Filó Ese a közelmúltban kötött megállapodást a Pozsik Akadémiával. A jövőben így egységes szakmai irányvonal mentén képzik a fiatal futballistákat, akik számára megnyílt az átjárhatóság lehetősége a két utánpótlás nevelő klub között. Emellett létesítmények közös használata és közös rendezvények szervezése is szerepel a megállapodásban. Most pedig iradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban.
Befejeződött a 9,2 milliárd forintos útépítés Nyíregyházán, elkészült a nyugati elkerülő utolsó, harmadik szakasza is. A tervekhez képest egy hónappal korábban, szerda délután átadták a közel 8 kilométeres új szakaszt. A beruházásnak köszönhetően a Szabolcsi megye székhely belvárosa ezentúl mentesülhet a kamionok okozta levegőszennyezettségtől, zajtól és a baleset veszélytől. Mintegy 62 millió forintból újult meg a Piasztér Bökönyben a település fejlesztési operatív program keretében. A szerdai átadó ünnepségen a település polgármestere elmondta, nagy szükség volt a létesítmény fejlesztésére. Az új standokkal bővült tér használatával a mezőgazdasági termelők bevonása is könnyebbé válhat. Bökönyön az utóbbi 5 évben több mint 2 milliárd forintnyi pályázati támogatásból gazdálkodhatott. Sok elavult, rossz állapotban lévő lift működik az országban. Korábbi sajtóhírek szerint minden ötödik szerkezet megérett a cserére. Ellenőrzésük gyakoriságát szabály írja elő, a cseréjükre azonban nem vonatkoznak konkrét időpontok. Nyíregyházán is folyamatosan újítják fel a felvonókat, ami ugyan több hétig is eltarthat, de a végeredmény sokszor olcsóbb üzemeltetést is eredményez. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 3-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! A kezdeti erősen felhős vagy boróték után felszakadozik, csökken a felhőzet. Esőzápor a késő délutáni esti órákig több helyen előfordulhat. Az északi szél megerősödik, időnként viharossá fokozódik, éjszakára mindenhol mérséklődik a légmozgás. A leghűvösebb hajnali órákban -1 és +5 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk. Péntek esti gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 fok körül alakul. A következő napokban változékony időre van kilátás. Szombaton többfelé elered az eső, zápor eső, vasárnap már csak helyenként hullhat csapadék. A jövő hét első napjaiban általában több órára kisüt a nap, néhol valószínű csak kisebb eső, zápor.